Elkezdődött az eper szezon, még sok a zöld, de már szépen érik a gyümölcs. A reggeli órákban is sokan kilátogattak erre a Sé környéki ültetvényre. A szezon valamelyest függ az időjárástól, de nagyjából 3 héten át várják azokat, akik maguk szeretnék leszedni a friss epret. Az egész család nagyon szereti, és szoktunk belőle mindenfélét készíteni, lekvárt, süteményt, meg úgy magába is szeretjük enni, meg jó élmény így együtt szedni. Nagyon szeretik a gyerekek az epret, tortában, meg süteményben, mindenfélében, meg az eperdzsemet. Úgyhogy a kedvenc, hogyha valamit ajándékozni akarok, akkor majdnem az a legjobb, hogyha fölpakolok, és azt kapnak, mert van 12 unoka, meg egy dédunoka, és hát azért nagyon sokat kell árakni, de ez most túl kevés, amit szedtünk, már nem érett még eléggé ahhoz. A bevásárlóközpontok zöldségesek vagy az útszéli árusok áraival ellentétben itt 5-600 forint között mozog 1 kiló eper ára. Közepesnek ítélhető az idei termés, a korai fagyok miatt az első virágok elfagytak, viszont a csapadék bőséges volt. Kétféle fajtát is termesztenek ebben az ültetvényben. A nagybani piacon elég alacsony árak, legalábbis az eladók panaszkodnak, a vásárlók szintén panaszkodnak, hogy túl drága, ez így szokott lenni, tehát mi nekünk egy olyan közepes árunk van, illetve megnézzük mi is az országos átlagokat, tehát a szed magadban máshol mennyi, aztán úgy állapítjuk meg, én úgy tudom, hogy itt a megyében most per pillanat a legolcsóbbak vagyunk, de azt nézzük, hogy tulajdonképpen megtérüljön a termelési ráfordítás, aztán tehát megérje. A szed magad eper szezon még csak most kezdődött, sokszor le kell hajolni azért, hogy megteljen a kosár. Jövő héttől már jobban beindul az érés, és édesebb is lesz az eper, árulta el a termelő.